Jó estét kívánok, aktuális című magazinunkat látják. Mai vendégem Palánc György, a Békés Csaba megyei jogú város közgyűlésének március elején a képviselők által megválasztotta a polgármestere, akivel a következő hónapok feladatairól, céljairól beszélgetek. Üdvözlöm, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszöntöm a tévénézőket is. És ahogy említettem, március elején a képviselők választották meg társadalmi megbízatású a polgármesternek Békés Csabán. Mit kell tudni a társadalmi megbízatású a polgármesteri pozícióról? Mit takar ez a fogalom? Így igaz, március 8-án került sor a választásra, bár második alkalommal, hiszen ugye tulajdonképpen novemberben már meg kellett volna oldani a közgyűlésnek az alpolgármesteri tisztség betöltését, hiszen hát sajnálatos módon Hanó Miklós képviselőtársunk, alpolgármester úr korábban elhunyt. Decemberben én úgy érzem, hogy egy méltatlan helyzetbe kerültem, de úgy gondolom, hogy a város érdekében, a város fejlődése érdekében sikerült megoldást találni a kialakult helyzetre, így ahogy eddig is a Hajrá Békés Csaba Egyesülettel közösen vezetjük a várost. Ami a kérdést illeti, a másik részét, a társadalmi alpolgármesteri tisztség az tulajdonképpen azzal jár, hogy nem váltam főállású alpolgármesterré, ami azt jelenti, hogy egy kicsit másfajta jogviszonyom van a polgármesteri hivatallal kapcsolatosan, és nyilvánvalóan így az időmnek csak egy bizonyos részét töltöm a városházán, a többi rész pedig nyilvánvalóan az egyéb teendőim ellátására kerül fordításra, de ettől függetlenül természetesen az általam megkapott területek vonatkozásában ugyanolyan feladatokkal, lehetőségekkel, kötelezettségekkel rendelkezem, mint bármelyik más alpolgármester társam. Tehát tulajdonképpen talán a leglényegesebb különbség összefoglalva az, hogy én nem vagyok állandóan a polgármesteri hivatalban, munkaidőben, hiszen a munkaidőm egy részét én máshol töltöm. És akkor egy kicsit arról, hogy milyen területek tartoznak a polgármesterként önhöz? Alapvetően a Hanó Miklós alpolgármester úr által felügyelt terület került hozzám, ami tulajdonképpen a város fejlesztési ügyeinek a felügyelete, összefogása és koordinálása, és nyilvánvalóan azok a városi cégek irányítása és felügyelete tartozik hozzám, amelyek ezzel összefüggésben vannak, hiszen jelen pillanatban vannak futó projektek, és ugye az új TOP plusz pályázatok azok részben már benyújtás, kerültek, részben előkészítés alatt állnak, benyújtásra fognak kerülni, így a következő időszakban igen jelentős fejlesztések várhatóak majd a városban, amelyek reményeim szerint most hamarosan elindulnak majd. Ahogy itt beszélgettem önnel az aktuális beszélgetés előtt, ugye tényleg nem telt el sok idő, hiszen közel 2 hete tölti be ezt a pozíciót, de mit lát, milyen feladatok lesznek most a közeljövőben, amelyek nagyon fontosak? Itt azért néhányat megemlített. Így van, hát ugye ezek a pályázatok, amelyekről beszéltem, ezek nagyjából előkészítésre kerültek, hiszen a közgyűlés döntött ezekről. Vannak olyanok, amelyek már elbírálás alatt vannak, tehát tulajdonképpen várjuk azt, hogy itt megszülessen a döntés, és majd elkezdődhessenek azok a munkák, amelyekkel én azt gondolom, hogy Békés Csaba ismét jelentősen előre léphet majd, és szerintem minden Békés Csabai számára olyan látható változásokat, újításokat eredményez, amely még kellemesebbé teszi a lakókörnyezetünket. Ugye csak néhányat, ha kiemelhetek, egyrészt az Árpád fürdő megújulása, az egy minden Békés Csabai által, akik fürdőhasználók, szerintem egy jogos igény. Közel 1 milliárd forintos fejlesztési támogatást várunk arra, hogy itt az elkövetkező időszakban az Árpád fürdő megújulhasson. Ugye több ilyen azonosító számú projekt van vagy lesz folyamatban, amelyek
amelyek hasonló elemeket tartalmaznak majd ugyanebben a fürdőfelújításos projektben. A Munkácsi negyedre is fordít a város majd pénzt, illetve a Csaba Parkban is lesz még olyan terület, amelyre ott pénz kerül. De azt gondolom, hogy minden Békés Csaba, és sőt, akik Békés Csabára jönnek, is azt tudják megállapítani, hogy Békés Csaba egy bringás város. Tehát nem nagyon van hasonló méretű város Magyarországon, ahol ennyien választanák a napi közlekedésre a kerékpárt, és ez egy nagyon jó dolog, hiszen nyilván környezetkímélő, nyilván egészségtudatos, de hát ehhez szükséges egy olyan infrastruktúra, ami ezt ki tudja szolgálni, azt, hogy biztonságosan lehessen közlekedni, azt, hogy Békés Csaba jelentős része, tehát be legyen hálózva a kerékpárutakkal. Ugye ennek a korábbi időszakban is prioritása volt a városban, de most közel 1,7 milliárd forintból újulnak majd meg kerékpárutak, és épülnek újak, amelyekkel egyéb problémákat is meg lehet oldani. Egyet emelnék ki, ami talán minden békéscsabai közlekedő, belvárosban közlekedő számára egész biztos, hogy látványos, hogy a Szabolcs utcának a Lipták András és a Szarvasi út közötti szakasza rendkívül rossz állapotban van. Ugye itt a projekt keretében van olyan elem, ami összeköt kerékpárutakat, és a Szarvasi úti bicikliút, meg a Berényi úti bicikliút ezen keresztül lesz összekötve. Tehát az a kis szakasz is teljes egészében megújul, új burkolatot kap, valójában komplex felújításra kerül sor, ami azt jelenti, hogy szélesebbé válik, erősebb alapot kap, és ott a kerékpársáv kialakítása miatt ezzel megoldottá válnak majd azok az egyéb közlekedési problémák, amelyek jelentkeznek, de 10 egyéb szakaszon épül, vagy újulnak meg kerékpárutak, az Orosházi úti kerékpárút is megújul, és hát vannak olyan szakaszok, amelyek most jelen pillanatban kiesnek a kerékpáros hálózatból, ezeknek a megépítésére is sor kerül. Aztán lesznek olyan soft típusú projektek, amelyek hátrányos helyzetű csoportok számára biztosítanak olyan lehetőségeket, amelyek a helyi esélyegyenlőségi programban megfogalmazásra kerültek. És hát egy belváros rehabilitációs része is lesz ennek a csomagnak. Itt 13 helyen történik majd olyan beavatkozás, amely a közterületi parkok, zöld felületek és területek megújítását szolgálja. Ilyen például a stúdió mögött található szabadságtéri rész is, amelyre azt gondolom, hogy ráfér, vagy a szintén nem túl messze lévő postaköz, ami jelen pillanatban nincs túl jó állapotban, vagy a Munkácsi utca, a Munkácsi tér, vagy a Kazinci utcán található tér, amelyben ugye az ülő alakot ábrázoló szökőkút, kis medence található, annak a területe is megújul, vagy a Bockó Dániel tér, ami ugye a vasútállomásnál található, aki Békés Csabára érkezik vonattal, vagy autóbusszal, gyakorlatilag azt látja először. Nyilvánvalóan fontos, hogy ezek a helyek a békés csabaiak számára, meg nyilvánvalóan minden ide látogató számára kellemes benyomást keltsen. Szóval ezeknek a programoknak a beindulása, beindítása az azt gondolom, hogy a következő időszak legfontosabb feladatai közé tartozik. Nyilván ezek már olyan programok, amelyeknek egy jelentős részét átvett, hiszen futó és már elfogadott programokról van szó, de vannak-e olyan célok, amelyeket ön a polgármesterként kitűzött maga elé? Van olyan terület, ahol azt gondolom, hogy szükséges lenne még tenni, és folynak tárgyalások annak érdekében, hogy a Békés Csabai köznevelési intézmények felújítására is több forrást tudjunk a városba hozni, hiszen vannak olyan iskolák, amelyekre ez rászorul, amelyeknél ez fontos lenne. Ilyen többek között a szintén a szomszédságban található Bartók Béla zeneművészeti iskola, amelynek a felújítása nem nagyon várathat tovább, de a belvárosi iskolában is vannak fontos területek, ahol ideje lenne lépni, hiszen ott van például ugye a városi iskolák közötti egy nagyon fontos elemként szolgáló úszoda, amely gépészetének a felújítása
az igencsak időszerű, de az Andrássy Gyula gimnáziumban is vannak olyan területek, ahol mindenféleképpen lépni kell. Tehát fontos lenne, hogy tudjunk ezekre forrás szerezni, illetve az aktív turisztikai terület is olyan rész, ami igényelne újabb forrásokat. Ehhez azonban a Naturpark Egyesület egy kicsit segítőbb együttműködése is szükséges lenne. És akkor egy kicsit arról, hogy ugyan beszéltünk az idő rövidségéről, hiszen nem olyan régen vett át a pozíciót, de mit tapasztal, ugye társadalmi megbízatású alpolgármesterként, ahogy említette, az egyik legnagyobb különbség az, hogy a munkaideje nem teljes részét tölti az önkormányzatnál. Hogyan lehet ezt összeegyeztetni? Nyilván arra lennék kíváncsi, hogy hogyan tudja a napi feladatokat emberként, alpolgármesterként, intézményvezetőként koordinálni. Hát ez nem könnyű feladat, de nyilván most a hátralévő időszak, ebből a ciklusból hátralévő időszak már nem hosszú, hiszen tulajdonképpen októberben minden számítás szerint, meg hát ugye a választások kiírása megtörtént, ott egy új testület alakul, így nyilvánvalóan ezt az időszakot kell így megoldani, ami azt gondolom, hogy az én életem mindennapjainak vagy aktívan töltött perceinek az átforgatásával, a másként szervezésével, ez megoldható. Én ezt nagyon fontosnak tartottam, hiszen itt a város fejlődése érdekében én úgy gondolom, hogy a következő időszakban van bőven teendő, így én mindenképpen, mivel erre így mutatkozott most lehetőség, ezt elvállaltam, és tisztességesen fogom végezni, hiszen a város fejlődése, a Békés Csabaiak segítése, az egy olyan feladat, amit itt élőként, lokálpatriótaként, az ember szívügyeként kell, hogy kezeljen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ez volt az Aktuális, legközelebb is várjuk Önöket magazinunkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!